Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker André, vagyok, ez pedig a nap híre. A pénteki napon, amikor is lesz a közönség találkozónk délután itt Kecskeméten a híros konferenciateremben, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan regisztráltak, még mindig lehet regisztrálni, és jöhetnek úgy is, hogy nem regisztráltak be előzetesen. Nagyon izgalmas szerintem, nagyon jó beszélgetés is lesz, meg kíváncsi vagyok a kérdéseikre is, szóval aki még teheti, és át tudja szervezni a dolgait, jöjjön el. 18 óra 30-kor kezdünk. Tegnap feltöltöttem az első német nyelvű videómat is a Deep Stage német csatornájára, úgy hívják, hogy Deep Stage Ungarn, és elég meglepő volt a számomra, hogy már több mint 50 heten megnézték, ami ahhoz képest, hogy egyetlen egy feliratkozom se volt szerintem kifejezetten meglepő, legalábbis nekem és nagyon jó visszajelzések is vannak, és az az igazság, hogy eléggé inspirálnak ezek a német témák engem. Elkezdtem például az energiapolitikáról is felvenni egy videót, és ehhez képest ma reggel megjelent a Resetudéjen egy olyan hír, ami újra visszahozta az Északi Áramlat 2 és Északi Áramlat 1 kapcsolatos nyomozási témát az asztalra. És arra gondoltam, hogy akkor összekapcsolom a kettőt. Délután ki fog menni a második német nyelvű videó is majd a csatornára, ez pontosan erről az energiapolitikai kérdésről szól. Most pedig itt magyarul felvázolom egy kicsit, hogy hogyan is alakul ez a helyzet a jelenlegi nyomozással. Az történt, hogy újságírók kérdezték Matthias Várnigot, a Nord Stream 2 AG, tehát az Északi Áramlat 2 részvénytársaságnak az ügyvezető igazgatóját, hogy mit gondol, hogy vajon mi történhetett az Északi Áramlat 2-vel, és nyilván a Dicájt megpróbálta arra vinni a narratívát, hogy az oroszok robbantották fel az Északi Áramlat 2-t, meg hát az egyet is, Ugye az egy az új rongálódott meg, hogy egyáltalán nem tud rajta semmiféle gáz szállítás történni, az északi áramlat kettőnek meg csak a felét robbantották fel, tehát az ugye két oldalú az irány ezekben a csővezetékekben, és csak az egyik oldalát robbantották fel, de a lényegében mind a kettő nagyon is felújításra és javításra szorul. És ugye elkezdtek a svédek, meg a dánok, meg a németek együtt nyomozni, mert ugye svéd és dán felségvizeken történt a robbanás, és akkor megkérdezik az újságírók ezt a Matthias Varnig urat, hogy vajon lehetséges-e, hogy Vladimir Putyinhoz közel álló, személyesen közel álló csoportok robbantották föl ezt a csővezetéket? És akkor erre azt mondja, várnék, hogy az oroszok, dehogy. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a németek is tudják. Hogy az oroszoknak semmilyen szinten nem állt érdekében felrobbantani ezt a csővezetéket, sőt, az oroszoknak az lett volna jó, hogyha a németek abban a pillanatban, ahogy elkészül a csővezeték, a második is, azt egyszerűen használatba veszik, és akkor elkezd jönni rajta a gáz, ami sokkal nagyobb mennyiséget tudott volna szállítani. Ráadásul ugye a németek nagyon szeretnek ezzel üzletelni is, tehát sok ország, vagy több ország akár a németeken keresztül is kaphatta volna jobb áron a gázt Oroszországból, mint ahogy például mi kapjuk. Az Ukrajnán keresztül jövő csővezeték az például elég nagy gazdasági problémát okoz nekünk, mert az ukránok azok nagyon megsápolják ezt a gázt, annak ellenére, hogy ez nem az övék, de mindenféle ilyen kezelési költséget, meg tranzitdíjat, meg mindent kell nekik fizetni, meg a magyar kormány azt is megteszi, annak ellenére, hogy most kígyót békát kiabálnak rá, hogy megvesszük az ukránoktól ugyanazt a gázt egy kicsivel drágábban. Tehát még azt is megteszi, hogy plusz 30%-ot fizet az ukránoknak, mert Ugye nyilván szeretnénk jó kapcsolatot ápolni, vagy szerettünk volna nagyon is fontos számunkra, hogy a kárpátaljai magyarokkal jól bánjanak, és akkor ilyen gesztusokat teszünk, amit természetesen az ukránokból nem azt váltotta ki, hogy igen, köszönjük szépen, nagyon jó fejek vagytok, akkor próbáljuk rendezni a kettőn kapcsolatát, hanem az ukránok úgy voltak vele, hogy hát ez nekünk jár, még jó, hogy megteszitek. Szóval még mindig jön ott a gáz, de azért most már nem ezen a csővezetéken kapjuk legfőképpen, hanem déli irányból. És az a helyzet, hogy a németek hiába nyomoztak, erről beszéltem már egy korábbi adásban, nem, nem találták meg, hogy mi történt. És hát voltak ezek, a, ezek az ominózus SMS-ek, amiket Lee Stress küldött Anthony Blinkennek egy pár perccel azután, hogy felrobbantak ezek a csővezetékek, azzal kapcsolatban, hogy valami megvan, megtörtént, valamit elvégeztek ami egyébként elég gyanús, de ettől függetlenül ugye természetes, hogy egy ország a másikat, ha egy ilyennel megvádolja, ebből tényleg lehet háború. Viszont az, hogy az északi áramlatokat felrobbantotta valaki, az egyértelműen azt az előnyt jelenti az Egyesült Államoknak, hogy most már nem is tud a német állam az oroszoktól normálisan gázt vásárolni, mert ugye az infrastruktúra rongálódott meg. És hát kénytelenek elengét venni, meg kénytelenek megpróbálni mondjuk a közel-keletről tankerekkel szerezni valahogy gázt, mert ugye a, a norvégok amennyit tudnak adni, azt is aranyárba adják, tehát sokkal drágább, mint amennyi az orosz gáz lett volna, és az is véges, tehát nem jut annyi, nem tudja egyértelműen egy egyben helyettesíteni azt a gázmennyiséget Norvégia meg az Egyesült Államok, amennyi egyébként az oroszoktól érkezett, az oroszoktól sokkal több is érkezhetett volna, hogyha sikerül megállapodni a háború előtt, még 2021-ben a fixárakról, mert ugye ott vannak ilyen megállapodások, tehát az államok azok megállapodnak egymással, hogy milyen áron, mekkora mennyiségben vásárolnak gázt egy adott időszakban, és ezt a németek nem tették meg, mert szerintük túl drága volt. A Gazprom túlságosan soká sokért akarta adni a gázt, és emiatt nem kötöttek le, mennyiségeket, és aztán amikor felrobbant a piac, és hirtelen megugrott a gáznak az ára, mert nem volt elérhető, ugye nem lehetett megvenni a gázt az oroszoktól, ezért ugye a rendelkezésre álló, a piacon rendelkezésre álló mennyiség az egyre kevesebb lett, és egyre drágább. És természetes, hogy senki se akart azért, mert annyira szeretjük a németeket, meg annyira szeretjük egymást, nem akartak árat csökkenteni, hanem az volt a lényeg, hogy hú, tök jó, használjuk ki. És akkor most tovább folyik elvileg a nyomozás, de egyértelműen látszik, hogy itt semmiféle szándék nincsen arra, hogy mondjuk felelősségre vonjanak bárkit. Tehát, hogyha mondjuk az angolok tették ezt az egészet, most ez csak egy feltételezés, tehát én nem akarok senkit meggyanúsítani, fogalmam nincs róla, aki robbantotta fel, meg nem is vagyok benne a nyomozásban sem, hanem csak ilyen szenáriókat tesztelünk, hogy vajon lehetette, vagy nem lehetett. Tehát, hogyha mondjuk a britek tették amerikai megbízásból, akkor az egyértelműen két NATO ország vagy három NATO ország közötti konfliktust jelent, ami összességében az egész NATO-nak a létjogosultságát kérdőjelezi meg. Mert, hogyha két NATO ország gazdasági előny szempontjából egymásnak ugrik, vagy az egyik kárt okoz, ilyen mértékű kárt okoz a másiknak, akkor, mert ugye az oroszokkal nem foglalkozik senki, azok eleve gonoszak, és eleve megérdemlik, hogy minél nagyobb károk érjék őket, tehát most itt megint a szarkazmusom volt, mielőtt félérti valaki, de az, hogy az angolok, tehát a britek mondjuk egy ilyen szabotás akciót elkövetnek német tulajdon ellen, vagy mondjuk az Egyesült Államok az alapjaiban rengeti ment a NATO szervezetét, és akkor nagy kérdés, hogy vajon kinek jó ez megint csak. Mert a gazdasági előnyök szempontjából az összes olyan kötelezettség, amit vállalunk egymással szemben, az már semmis, akkor nincsen értelme itt ilyen színházasdit játszani. Tehát a NATO is ebből is látszik, hogy alapvetően arra való, hogy az amerikaiak lenyomják a dolgaikat ránk, meg a kisebbekre, és akkor mi meg kénytelenek vagyunk együtt játszani, mert hogy még mindig elhisszük, hogy nagyobb biztonságban vagyunk a nato belül, mint hogyha kívül lennénk. De hát, hogyha ez így működik, hogy felrobbantgatjuk egymásnak a kritikus infrastruktúráját, akkor nem vagyunk biztonságban a nato sem. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a NATO előtt, a NATO éra előtt is kapcsolódnunk kellett nagyobb szövetségekhez, most is azon kellene dolgoznunk valószínűleg, hogy lokálisan azokkal az államokkal próbáljuk meg szövetségre lépni, akik körülöttünk vannak. Mert nekünk az mondjuk jó, hogy 2% fölé a GDP, 2% a fölé kell vinni a katonai kiadásokat, mert nálunk is megtörtént egy nagy reform, hatalmas fejlesztések vannak a hadseregben, ez jó. De ettől függetlenül még mindig nem állunk meg, hogyha mondjuk megindul a támadás keleti irányból, vagy akár nyugati irányból, tehát nem vagyunk azon a szinten egyelőre és hát mivel ennyien vagyunk, ezért lehet, hogy nem is leszünk. De ha ez így működik a nato belül, akkor igenis nagyon el kell rajta gondolkozni, hogy van -e ennek az egésznek értelme, főleg, hogy ránk kényszerítik, hogy igenis szállítsunk fegyvert, meg segítsük Ukrajnát, holott igazából arra kellene törekedni, hogy minél hamarabb békét kössenek a felek. De hát látjuk, hogy nem éri meg békét kötni, mert akkor nem kell fegyver, meg akkor nem kell újraépíteni, hogyha marad még olyan része Ukrajnának, amit nem romboltak le. Jöjjenek el este a közönség találkozóra, és hogyha van német ismerősük, akkor már csak tesztelés szempontjából is küldjék át nekik a videóimat, belinkelem ide a videó alá a csatornának az elérhetőségét, és hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Remélem, hogy ott is lesznek emberek, akik rezonálnak majd ezekre a gondolatokra. Egyébként pedig nagyon jó a hétvégét kívánunk. Még szombaton fogok jelentkezni naphírével, meg beszámolunk majd, hogy milyen volt a közönség találkozó, de valószínűleg nem fogjuk igazából túl feszíteni a hétvégét. Önök is pihenjenek jót, legyen már a nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra viszont hallásra.